Mind megissza a bort, mind megissza a sört. N.O.P.Q. a nagy torkú. És meg is eszi, amit főzött. Borok, receptek, éttermek. Azt mondta Kántor Endre nekem, ha 45 előtt nem kezdjük el a rovatot, sztrájkba lép. 44 van, úgyhogy van N.O.P.Q. rovat ma a Millás reggelében. Hála Kántor Endre gasztrobubusnak. Szervusz Endre, köszöntelek utólag is, így az éter hullámain keresztül, és nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk. Nagyon szépen köszönöm. Tényleg egyszerűen példás magatartással időben kezdjük el ezt a rovatot, hogy legyen a kérdéseitekre, meg a trollkodásaitokra is idő. Egyszer volt Budán kutyavásár, ne szokd meg, 2 születésnapod alkalmából fogad szeretettel ezt az ajándékot tőlünk. Hát ebben a korban már minden ajándék. Igen. Köszönöm szépen. No, az van, hogy Mifán terem a mustár munka címmel gasztroetimológiai utazásra invitáljuk a hallgatókat. Igen, mert hogy, és egyébként a kislányomnak kell megköszönni ezt a mai témát, mert ültünk az asztalnál egy ilyen kis átlagos hétköznapi virsli vacsoránál, és akkor egyszer csak nekem szegezte, hogy apa, honnan származik a mustár? És így teljesen le is fagytam, mert ugye az alapvetéseken kívül, megmondom őszintén, hogy nem sokat tudtam róla, a származásáról. Hát francia, nem? Hogy? Francia, nem? Én is nem, arra nem tippen. Francia, de ez nagyon jó, hogy ezt mondod, mert ugye a dijoni mustárnak van a legnagyobb... Akkor ez visz félre. Aha. És talán így innen. És egyébként, amit francia mustárnak hívnak, az egy angol találmány, és egy marketingfogás volt, amit azért használtak, hogy jobban megvegyék az emberek. De éppen ezért egy érdekes földrajzi és etimológiai utazás, és először fejtsük vissza botanikai szempontból, hogy ez micsoda. Én azt sem tudom, miből van a mustár. Jó, hazudtam. Na, mustár magból van. És igen. Azt pedig termesztik például Magyarországon. A mustármag fán. De sokféle van, illetve hát alapvetően 3 féle, de ez 2 nemzetségből származik. Az egyik a Sinapis növénynemzetség, a másik meg a Brassica. Ez azért fontos, mert a Sinapis az, amiből a Sinapis alba, amiből a normál fehér mustár készül, ezt más néven angol mustárnak is hívják, de ez, azt mondjuk, hogy ez alapvetően az a mustár, amit ismerünk. Ó, akkor most már, bocs, akkor most leesett, hogy finnül miért Sinappi a mustárnak a neve. Az egyetlen... Ez nagyon jó, hogy ezt mondtad, mert nem sok nyelvben maradt meg az eredeti latin gyök, de ide majd visszatérek egy kicsit, amikor azon gondolkodunk, hogy miért mustárnak hívják egyébként. De van a Sinapis, és van a Brassica nemzetség, egyébként ez egy káposztafélék családjába tartozó növény, a magjait használják fel, nagyon visszanyúlik ugye a régmúltra, hogy miért rájöttek, ugye, hogy nagyon jó élettani hatásai vannak ezeknek a magoknak. A Brassica nemzetségből van a Brassica nigra, ez a fekete mustár néven ismert valami, és van a másik, a barna mustár, ez a Brassica juncea. Ezek vannak. Na most a fekete mustár, aminek tényleg feketés színűek a magjai, de ilyen sötét barnásak, ezeket alapvetően a konzervipar használja ízesítésre. Tehát nem használják fel általában véve, őrölve szószok készítésére. De egyébként néha előfordul, de alapvetően a barnát és a fehér mustárt használják. Szóval hogy az történik ilyenkor, hogy a mustármagokat kiszárítják, kisajtolják belőle, van egy olyan olaj benne, ezt kisajtolják belőle, és utána ettől megfosztott magokat, mint a gabonát őrlik, és ezeket keverik össze különböző dolgokkal. Mostanában rengeteg típusú alapanyag van benne általában, ami általában van hozzá, van benne az ecet, bors, hagyma, különböző színezőanyagok, szegfűszeg, koriander, ilyesmi. Na de hogy alakult ez az egész ki, és hogy miért hívjuk magyarul is mustárnak, és hogy mi köze a musthoz? Hát az a köze, hogy hát a rómaiaknak köszönhetünk persze mindent, nyilvánvalóan, de egyébként az Indus-völgyi civilizációban is használták a barna mustárt, a bengáli ételeknél, még ma is ezeknél a kaszundiknál, még ma is felfedezhető tök sok helyen, de a sumérok is használták ilyen ízesítőként, de a rómaiak találták azt ki, hogy megőrölték ezeket a magokat, és hogy eltarthatóvá tegyék, kevertek hozzá ecetet, sót, ilyesmit, és lett belőle egy ilyen folyadék, tehát nem egy ilyen szószerű valami, hanem inkább egy lé, amit úgy is hívtak, hogy még Apicius feljegyzéséből tudjuk, hogy mustum ardens, ami ugye azt jelenti,
latinul, hogy égő bor, vagy égő, vagy csípős lé. És akkor ezt locsolták így a különböző ételeket, húsokat, minden, és ez nagyon tetszett nekik. Egyébként a mustum, ugye, itt már közeledünk ahhoz, hogy honnan jön az, hogy mustár, azt használják a szőlő mustra latinul, de a bornak is az egyik neve, sőt a szüretre, szüretelésnek is az egyik neve, hogy mustum, és itt közelítünk, ugyanis onnan származik ez a név, hogy elkezdték a különböző szerzetesek, na most itt nyilván a francia legendárium az Dijonhoz köti ezt az egészet, az ecet helyett mustot adni, szőlőmustot adni ehhez, hogy egy kicsit a csípősségét, meg ezt az égető jellegű jegyeket elvegyék, és egy kicsit édesebbé tegyék. Na most igazából a franciák azt mondják, hogy a Dijon városában már az 1200-as években már konkrétan használják Dijont, Franciaországot, mint a mustárgyártás egy jelentős területét, említik a források. Negyedik Fülöp királyt említik, hatodik Fülöp királyt említik itt először, 1336-ban, aki már használta az írások szerint a mustárt, de az a képlet, ami most már így közelít a dijoni mustárhoz, az körülbelül 500 évvel később vált híressé, amikor egy francia paták, ez úgy hívják, hogy Jean Nageon, ez megalkotta azt a képletet, hogy az ecetet lecserélte a verzsűre. A verzsű, az tudjátok, az éretlen szőlőkből kipréselt lé, amit használnak élettani hatásai miatt is, meg használnak salátákba is. Ez úgy indult, ugye, hogy zöld szüretet kellett tartani, ugye, hogy jobb legyen a termése, a maradék termés a szőlőfürtöknek, jobb legyen az állaga, és ilyenkor most is a zöld szüretet tartanak, ilyenkor azt mondják, hogy a tőke terhelés az ne legyen olyan sok, a kevesebb fürtbe koncentrálódjon több cut, ezért leszedik az éretleneket, hogy legyen valami ezekkel az éretlen dolgokkal, ezért kinyerték belőle ezt a verzsűt, ami egyébként zöld lé, azt jelenti franciául. Ez a paták ezt a zöld levet, a verzsűt kezdte használni, és ebből is ki is alakult egy nagyon híres márka, talán az egyik leghíresebb francia márka, ez a Grey Poupon, ezt már 1866-ban hozta létre Maurice Grey, és gyakorlatilag onnantól származik az, hogy oltalom alatt álló eredet megjelöléssel jelölik a dijoni mustárt, hogyha nagybetűvel van a D, akkor az azt jelenti, hogy nem dijoni stílusú, hanem dijoni mustár, amiben ez a francia recept van, hogy a burgundi régió fehérborát is tartalmazza, és egyébként verzsűt tartalmaz a mustár. Na most akkor tudjátok, hogy vannak olyan mustárok, amik ilyen magosak, és akkor szépen látszik, hogy ott vannak ilyen barnás, meg sárgás, meg esetleg néhány ilyen fekete szem, hogy jól nézzen ki, ilyenek is elterjedtek. Na de alapvetően a mustár az nem sárga. És hogy jó, hogy mondtad egyébként ide a sárga, az visszatérek, jó, hogy mondtad a szinapisztben, egyedül mindenki átvette a must, must, mutárd franciául kifejezést a mustból, kivéve mondjuk, ahogy mondtad, a finnek, meg a németek, mert a németeknél zenf maradt, ugye, és a neve. És írja a hallgató, hogy szlovákul a mustár horcsica. Na, igen. Ezt fejtsd meg etimológiailag. Azt még annak nem néztem utána. A szlovák etimológia nem az erősségem, megmondom őszintén. Meg mondjuk, mikor 1990 óta van, tehát ez mondjuk könnyen bepótolható. De az a lényeg, hogy németül maradt a zenf, ugye, ami egyenesen a latin sinapisból képződött, tehát ugyanúgy, mint a finneknél. Na, szóval, miért sárga a mustár? Pedig nem kéne, hogy annak legyen, mert nagyon-nagyon sokáig a mustár egy ilyen szürkés-fehér, elég ilyen ronda színű valami volt. És hát ez azért nem volt annyira jól kinéző dolog. De jöttek az amerikaiak. Minden az amerikaiaknak köszönhető, mert a sárga mustár, amit még mindig úgy is hívnak az Egyesült Államokban, és vannak ilyen flakonok, és lehet látni, hogyha megnézitek a kisáruzákban, hogy yellow mustard, az van ráírva. Hát igen. Úgy jött, hogy 1904-es St. Louis-i világkiállításon mutatkozott be, amikor is a hotdogok virslijére csíkozva tették rá, és egy baromi sikeres lett, mert jól nézett ki. Ugyanúgy egyébként ezen a kiállításon mutatkozott be a vattacukor, a tölcséres fagyi, a mogyoróvaj, a Dr. Pepper üdítőital, tehát ez egy baromi klassz hely. Ha lehetne időt utazni, akkor 1904 St. Louis. Ja, az a lényeg, hogy volt egy cég, az RT French Company, és őt találta ki, hogy kurkumát kevertek az egészbe, és attól a kurkumától lett egy ilyen szép sárga színe.
És ez azért is fontos volt, hogy a kurkumát keverték bele, mert ugye ez a kurkuma az egy híre, egy ismert fűszer lett addigra, 1900-es évekre, és hát nyilván helyettesítette a sáfrányt, ami baromi drága volt, még most is az, most is vannak helyettesítő fűszerek hozzá. A kurkuma viszont nem drága, sok helyen elérhető, és elkezdték ezt használni. Tehát onnantól sárga a mustár, 1900-as évek elejétől, hogy elkezdték az amerikaiak használni. Egyébként ez az RT French-et megvette később a brit Reckitt Benckiser cég. Náluk van az ilyen cégek, ilyen márkák vannak náluk, mint a Calgon, a Strepsils, a Vanish, Durex, stb. És hát a nagy francia márkát, a Grey Poupont, az pedig a Heinz vásárolta fel később. És akkor még egy kis érdekesség a mustárral kapcsolatban. Van múzeum, a képzeljétek el, Pátai múzeumot. Ez a National Mustard Museum. Ez az Egyesült Államokban található Wisconsinban. Úgyhogy ide el lehet menni, meg lehet nézni, és mustármúzeumot lehet látogatni. Úgyhogy baromi érdekes, hát innen származik a mustár, és azért sárga. És hogyha megnézitek az áruházak polcain, hogy miért különböző színűek ezek, hát azért különböző színűek, mert az adalékanyagok, amik benne vannak, azok más mennyiségben vannak, és nyilván más mennyiségben van benne kurkuma. Mm-hmm. Oké, világos. Hát köszönjük szépen. Ezt is jó. Mi a kedvenc? Nekem? Mm-hmm. Én nagyon szeretem ezt a magos mustárt, ami én kicsit is. A dijoni vonalra hajaz, és én nagyon szeretem egyébként, lehet, hogy sokan ezt nem használják, de én nagyon szeretem salátába belekeverni. Uh-huh. Igen, azt én véletlen egyszer kipróbáltam, és tényleg jó. Nekem az angol mustár néven futó tubusos akármi jön, igen, be, ami ilyen édeskés. Uh-huh. Igen. És hát van nyilvánvalóan rengeteg mézes mustár, sörös mustár, amikor elkezdték felváltani a bort, meg az etetett sörrel, hogy egy kicsit más legyen, akkor van csak barnából készült, ilyen egészen sötét színű, tehát nagyon sokféle van, de az, amit mi ismerünk, az alapvetően a fehér mustármagból készülő tud, és főleg eszettel ízesíti. Mm-hmm. Okay. Egy másik kérdés, haló Bandibá, a rukkola régi magyar nevének bors mustár, vajon van köze a mustárhoz? Azt nem tudom, hogy annak van-e köze, de sok minden, tehát például a mustárgáznak sincsen köze a mustárhoz, a tévedések sokan azt gondolják, hogy mustárból csinálták, ez csak az ilyen csípős, hát maró hatás szaga miatt mondták rá, hogy mustárgáz, tehát alapvetően annak sincs köze. Nem tudom, ezt meg kell nézni, sok mindenre mondták, hogy mustár a régi magyarban. Mm-hmm. Oké, okay. Nagyon klassz volt, köszönjük szépen. Én köszönöm, szép napot nektek. Szerbusz, szia. Szia, ciao. No, a mustár etimológiájáról beszélgettünk kicsit Kántor Endre gasztrobubussal. Most ennyi fért a tányírunkra. N-O-P-Q, a nagy torkú. A Millás reggeli gasztrorovata hangzott el. Azt írja a hallgató, hogy érdekes, az English Mustard itt Londonban nem édes, hanem csípős, az ugyanaz lenne. Hát lehet, hogy van édesbe is, meg csípősbe, igen, is, mint a gulyáskrémbe. Itt hogy márkázzák éppen piros ezt a másik ízt, hogy adják el? Egy márkának egy terméke ez az angol mustár, ami, és angol mustár név alatt ettem én is már csípősebbet is, úgyhogy ezt nem tudom, hogy van. De jogos, igen. A mustár és a rukkora rendszertanilag rokon keresztes virágú növényekről van szó. Szóval, hát ugye beszélt, a Bandi említette, hogy ilyen káposztafélékkel rokon a mustár is. Akkor lehet simán. Igen, lehet, hogy ezért hívták borsmustárnak a rukkolát. Mm. Na, köszönjük szépen a megfejtést a hallgatónak. Hát ennyi fért bele a salátás tányérunkba, egy kis mustárral a végén. Mára köszönjük szépen a figyelmeteket, holnap még jövünk, a fapados pápával természetesen, 9 óra után, úgyhogy érdemes a híveknek készülni az imához. A többieknek meg valahogy csak elcsónakáznak majd a műsor szárnyain. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Holnap is tartsatok velünk itt a 90.9 Jazzy Rádió. Szép napot! Sziasztok! Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál.